Also sie, diese sind auch Spezialitäten der deutschen Küche. Német óda zajlik a Szekszárdigadai János gimnáziumban, természetesen távoktatási formában. A koronavírus járvány hatására sokkal nagyobb hangsúlyt kapott ez az oktatási forma, és ma már a pedagógusok kijelentik, mérföldkőhöz érkezett a hazai oktatás ügye, hiszen olyan technikák járatódtak be, melyek meghatározzák majd a jövő iskoláját is. Heyman Józsefné a gimnázium igazgatója azt mondja, ha a vírus járvány akár 4-5 évvel ezelőtt érkezik, az iskolarendszer sokkal nagyobb bajban lett volna. A digitális oktatás infrastruktúrája azóta olyan mértékben épült ki, hogy ennek, na meg a pedagógusok kreativitásának is köszönhető az ökkenőmentes átállás. Bizonyos keretek között ez lesz a jövő, teszi hozzá. Nyilván ezek a keretek azt jelentik, hogy a tanuló nem otthon van, hanem az iskolába, de digitális tananyagot oktatunk, digitális tananyag segítségével. Kicsit nagyon gyorsan jött a változás, de ugyanakkor a pedagógus társadalmat egy teljes módszertani megújulásra készítette, és ezek a lehetőségek adottak, hiszen gyakorlatilag okostábláink vannak, projektoros lehetőségek vannak. Tehát ez a digitális oktatás, amit most tananyagot feldolgoztak a kollégák digitális formában, ezt kell majd alkalmaznunk a tantervi keretek között, úgy, hogy már a diákok, amit ugye nagyon hiányoltunk, a személyes kapcsolatok meglegyenek. És ha kettőt jól tudjuk ötvözni, akkor úgy gondolom, hogy a magyar oktatás módszertani szempontból egy óriási megújulás előtt áll. Iskolaszervezési formákban sok mindent látunk, kollégák, tanárok munkájának szervezési formájában, hogy nagyon sok minden otthonról is elvégezhető, vagy sokkal egyszerűbben, akár érettségi időpontok is nagyon bevált, például a 9 órás érettségi, ezt nagyon jónak tartjuk, ezt a kezdeményezést, hogy az érettségi 9 órakor kezdődjön, vagy betekintést másképp szeretnénk szervezni, tehát nagyon-nagyon sok tapasztalatot hozott. Egészen más egy közép és egy sokkal nagyobb törődést és személyes kontaktust igénylő általános iskolás helyzete. Pekari Bernadett, a Garai Általános Iskola igazgatója azt mondja, a szakma egésze számára motivációt jelentett a bekövetkezett változás. Azt gondolom, hogy mi pedagógusok és minden szereplő, aki ebben a 3 hónapban kőkeményen helyt állt, azt gondolom megtapasztaltuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy az iskolában minden résztvevő jelen legyen. Értem ezt, hogy a szülők együttműködése nélkül nem valósulhatott volna meg, a gyerekek hozzáállása hoz mérten nem valósulhatott volna meg. Tehát ez egy szimbiózis tulajdonképpen, amiben együtt dolgoztunk, de azért vagyunk pedagógusok, a gyerekek azért gyerekek, és az iskolát azért teremtették meg, hogy bejárjunk. Tehát nagyon-nagyon hiányoztak nekünk a gyerekek, nagyon hiányoztunk egymásnak mi kollégák, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, a sok segítségért, amit a szülőktől kaptunk. Nagyon sok tapasztalat van, jó tapasztalat van a 3 hónap végén, amit tulajdonképpen egy összegzésként elmondhatok. Egyrészt az a tantárgyi koncentrációt szeretném kiemelni, ami azt gondolom, hogy amikor átgondoltuk ezt a 3 hónapot, hogy mi vár ránk, akkor nagyon jól tudtak együtt dolgozni a kollégák az egyes tantárgyak kapcsán, hogy minél kevesebb leterheltsége legyen a gyerekeknek, illetve hát általuk ugye a szülőknek. A másik az az együttműködés, az a szakmai együttműködés, ami a kollégák között országos szinten megvalósulhatott. Olyan zárcsoportokban dolgoztak országos viszonylatban, amiből csak módszertani kultúrájuk gazdagodhatott, és olyan például feladatkészítési módokat, olyan applikációkat adtak át egymásnak, ami azt gondolom, hogy nagyon hatékony lesz majd a továbbiakban a szeptemberi kezdésben. Én azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelünk belőle jó sok dolgot, jó sok pozitívumot, de én azt gondolom, hogy gyerekek nélkül, pedagógusok nélkül nincs iskola. A középiskolások projektekben történő oktatását a későbbiekben a munkaerőpiacon is hasznát vehetik. Minden előnyét figyelembe véve, a legnagyobb hátrány azonban a diákok szerint a közösségek hiánya volt. Hát szerintem, amikor elkezdődött az egész online oktatás, akkor igazából az jelentett mindenkinek a legnagyobb kihívás, hogy ezt a teljesen új szituációt megszokjuk. Mert a tanáraink azért nagyon hamar sikerült nekik átültetni a tananyagot a különböző online platformokra, és volt olyan tantárgy, amiből ez kisebb kihívást jelentett, volt, amiből nehezebb volt azért megszervezni, például a nyelvekből, vagy az olyan órákból, ahol azért nagyobb szükség van arra, hogy kontaktusban legyünk egymással, vagy a tanárral.
És hát szerintem egyébként így a végére egész jól belerázottunk, tehát különböző projektmunkák, amikből régen mondjuk, amíg az iskolában voltunk, kevesebbet tudtunk csinálni, azok szerintem, azoknak a számok megnőtt, és ezek szerintem nagyon hasznosak. Viszont hát persze nagyon hiányzott a közösség, vagy az, hogy bejárjunk, vagy a szokásos kis hétköznapjaink, amiket eddig teljesen megszokottnak gondoltunk. Nyilván itt is tudtuk segíteni egymást, de az a tényleg az, hogy bejárunk, és akkor elmegyünk együtt valahova, és iskolában még segítünk egymásnak, a házikban segítünk, az nem volt itt meg ugye úgy, ahogy eddig. És hát nyilván utána lesz sok előnye is, mert ezek a projektmunkák, akik így felkészítenek előre, nagyon sokat így önállóan kellett, és igazából úgy dolgoztuk fel a dolgokat, ahogy mi szerettük volna, mi tudtuk beosztani. Ez egyébként nagy segítség volt szerintem. És egyébként szerintem egy pozitív előrehaladást figyeltem meg így a saját tanulmányomban, mert hogy sokkal hasznosabban és jobban tudtam beosztani az időmet, mint ugye eddig. A gyerekek és a pedagógusok nélkül nincs iskola, mondja Pekari Bernadett. Így meg kell találni a jövő oktatási rendszerében azt az egyensúlyt, mely a most tanultakat ötvözi majd a hagyományos oktatási módokkal. És a gyerekek most jöttek rá igazán, miért is jó iskolába járni.